ez a szó. Benne van minden szép és jó. I love you, gondolj rám, és téged is átmelegít ez a tűz. Így nem lehet ülni a motoron, ahogy mi ülünk most, ugye? A standeren van, és mi meg itt rajta ülünk. Igen, de nagyon óvatosan ülünk, hogyha erős. Itt megjött, van a kocsi! Megjött. Itt van a kocsi! Gyerünk! Gyerek! Megjött a kocsi? Megjött a kocsi. Hupapám! Ezt a műszer meg kell ígérned, hogy majd viszel vele. Hú! Ez a kisasszony homokfutó. Na, a keresztén segítek levenni. Azt képzeld el, sok-sok éven keresztül ott állt benne egy letakart csufniba. Ez gyönyörű. Olyan, mint egy oldtimer, egy igazi. Aha. Olyan, mint egy régiségkocsi, és egy egylovas kis homokfutó. De azért, van mit rajta. Tárcsafék van rajta, meg ilyenek. Igen, tárcsafék. Elképesztő. Attila, segítesz levenni? Hát van az a pénz, de ezt tényleg elbírjuk. Gyerekek, ha zuhanak olyan. Na, ez volt a Johnny-nak az utolsó szava, hogy jó ez a kocsi. Meg. Lehet, hogy most láttatok utoljára. Igen. Jöhet. Jaj. Lesz. Várjál. És ez az. Ennyi volt. És. Várjál. Ha. Ez sikerült. És Johnny, ha most azt kitalálod, hogy én foglak húzni, hazamegyek. Megbudjantál. Gyere, húzzuk be. Figyelj, neked ez neked nagyon sokba fog kerülni. Könnyű nagyon. Egyébként tényleg nagyon könnyű. Aha. Nem akarok a zsebedben turkálni, de lehet, hogy drágább lesz a leves, mint a hús, mire visszafelő jutod? Nem. Nagyon sok mindent. Tulajdonképpen csak a féket kell megnézni, hogy rendben legyen. Kárpitos gondolom. Egy kárpitozás, nem egy nagy szám. Ha meghozzák a motort, akkor elmegyünk motorozni is, rendben van? Szuper, használjuk neked ki a jó időt. Neked az kellemetlen, hogyha kiderül, hogy én sokkal jobb motoros vagyok, mint te? Nem, annak csak örülök. Ugyanis én nem tartom magam se jó, se rossznak, én élvezem a motorozást. Mindenki elmehet, mindenki megelőzhet. Nem, maga a motorozás élvezete az úton lévőségben rejlik. Nekem mindenem a farmerem, ha jól megáll a szőlegem. Nekem mindenem a farmerem, de elszakad egy éjjelen. Így jó, pont jó, ha dövös a lelke és rongyos a térde. Csutka, nagyon aranyos vagy, hogy rendelkezésemre bocsájtod ezt a gyönyörűséget. Hát nézd meg utoljára egyben szerintem még. Ja, ilyet még csak viccből sem mondja. Infarktus kapni. Mesélj nekem arról, hogy Johnnyval mikor találkoztál először, és amikor kimondják azt, hogy elhúzza John, akkor mi jut eszedbe? Kérlek szépen, róla is a motorozás is eszembe jut, hiszen ha jól tudom, és a 80-as években kezdett erősen motorozni, és nekem már az első lemezborítom is motorom volt, egy nagy motorőrület volt, és ettől is igaziból rokonszenvesek voltunk egymásnak. Azon kívül, hogy egy kiadónál voltunk akkoriban, 1980-as évek végén, igen, 89-ben. Azt mondd meg nekem, hogy ha majd te leszel a Bence házhoz megy vendége, akkor mit fogunk kérni a Johnnytól, mert te most a Johnny műsorában ott a kölcseli motor. Nekem most nincs lovam, neki van. Van, most akkor, fog ellenni. Akkor a lovat kérnél szépen. Rendben van. Az a másik nagy szerelmem. Köszönöm nagy szeretettel neked, hogy rendelkedésre már bocsátottad, és hát kísér minket féltő szemeiddel. Úgy lesz, de nem aggódom, ügyes vagy te, minden jól helytálsz, úgyhogy nem lesz probléma. Az így 30-al, ilyen szép lassan. Így, gyere mellém. Gyere mellém. Johnnykám, ez ám az élete. Bírod mi? Kilenc lány vár rám.
Johnny-kám, nem fázik a füled? Mert hogy neked fázik a füled? Egy kicsit fázik. Igen, igen. Merre megyünk? 40 fölött. Balra? Komáznak indulunk, igen, Komáznak. Fel a Pilisi hegyekbe. A hegyekbe? Igen, pár órát ott fönn vagyunk, pár órát utána vagyunk, forró tejára lejövünk. Pont jó lesz az ebéd. Azért Johnny, ez nem egy kis motor. Egyik sem. Hát ezek ilyen 3-500 kilós motorok. Menjünk, mehetsz előre. A járgány nem szuperál. Jó lenne már otthon, de vár még egy előadás. Megtoljuk hát, feszül a hát, a kanyar után kölcsön a láb. Jonikám, mentél már valaki ilyen lassan? A Harley-kkal általában ilyen lassan. Az a probléma, hogy olyan lassan kellett menni, hogy ezzel az óriás járgánnyal nem csináltam. Nem motoroztál, ez nagyon-nagyon nehéz motor. Hát, tudom, nehéz, de az, hogy tényleg kettőnél följebb nem tudom kapcsolni. Bukócső megfog. Én tudtam pontosan ilyen lassan elesni Harley-val. Van bukócsövet, semmi probléma nincs. De az infarktust ránk Johnny, jobb lesz mindenkinek, hogy én mögé dülök. Most kell emlékezned még. Hagyd a kezed a vállamon, veled repülök túl az álmokon. A város távol vég, ilyen messzire tán nem volt még. Szabad szélben száll a két kerék. Nincs biztos pont.
nagy ijegységre természetesen a legjobb ilyenkor, gondolom, egy jó ebéd, meg egy feles. A törzs helyed, abban megyünk? Igen, ez a törzs helyem. Itt egy sarokra lakunk, nagyon jó a koszt, és mindig tele van. Te is, és soha nincs fennakadás. Figyelj! Most, amikor 10 évig, 15 évig valóban jársz, és tudod, mit mondanak, semmi probléma, akkor az mit jelent? Azt jelenti, hogy az jó. Hadirokkantnak adnak kedvezményt? Hadirokkantnak adnak-e kedvezményt? Hát nekem. Ha sántit vagy be, nagyon viszlek, akkor ja, a nagy ijegységre egy unikumot. Gyertek, srácok. Na menj előre, Pajti. Megyek. Most már csak nyáron az hiányozna, hogy megborította, meg el is lopnák. Nyáron ide szoktunk kiülni. Aha, már nagyon jó. Jó kis helyek. Óriási nagy. Esőre. A nagy ijegységre. Igazítsuk meg a hajunkat. Mennyi időd van neked arra, hogy egy kicsit kiránduljál, hogy egy kicsit motorozzál, hogy bejöjj egy ilyen kis gyönyörű Western pubba? Nálam ez kötelező. Gyakorlatilag 50-50%. Még rettenetes aktív koromban úgy értem, hogy amikor még küzdöttem a slágerlistákon, akkor semmi más nem érdekelt, akár 90%-ban is a szakmám volt a legfontosabb, alig aludtam, szabad idővel nem foglalkoztam, de most, hogy már nem kell, hogy mindig én győzzek, akár egy megmérettetésen, illetve hát most a fiatalok küzdenek, most fontosabbá vált az, hogy nagyon szépen jól megéljem a jó dolgokat. Az öregségtől tartasz, félsz, amikor majd Johnny bácsiznak először? Most is Johnny bácsiznak, azzal nincs gond. Nincsen, helyre tudom tenni magam, és ugyanúgy játszok gyerekekkel, fotballozunk itt a falu végén, ahol lakom. Jönnek rollerozni, nekem is van rollerem. Igazándiból abból lett más, hogy nagyon erős az a véleményem, hogy tudom, hogy amit teszek, azt miért teszem. És azt a saját életminőségemért teszem, a külvilággal egyre jobban nem foglalkozom, azzal már megvívtam a harcomat, és ezek a magamra való figyelés, ez egy életformává vált. Uh-huh. És a bácsi az meg jön, ahogy jön. Uh-huh. Ezzel nem tudok foglalkozni. Amikor kimondják a nevedet, egyből arra-darra asszociál mindenki. Több dalra asszociálhat, attól függ az ország melyik részén vagyunk. Képzeld, hogy Székelyföldön nem Annika Szeperimenót szeretik, hanem uh-huh. a Székelyföldön azt mondják, hogy ez az utolsó tánc, uh-huh. vagy a csak fújt közben a szél. Sőt, van a másik korszakom, a kis csavargó korszak, a 80-90-es évek, a mai 40 éves korosztály, azok ezzel datálnak be. Persze Annika az mindig feltör, meg újra előjön, de valójában hát én a kis csavargó korszakot jobban jegyzem, mint az első korszakomat, amikor tínédzserként megérkeztem. Johnny, azt mondd meg nekem, hogy mondtad, hogy Nika, hívjuk így. Van még olyan vissza, hogy lehet még egy Nika, vagy egy ugyanakkora sláger, vagy most már akkora a túlkínálat, hogy az ember azt se tudja, milyen stílusban írjam? Azt tudom, hogy milyen stílusban írjak, elmélyülök a szövegben. Én nekem most az az utam, hogy a szövegben kell nagyon elmélyülnöm, mint ahogy a 25-ös album, ami most decemberben megjelent, a Delusa 25, olyan majdnem 100%-ban a szövegre koncentráltam. Nagyon jó lenne Cseh Tamás, Bródy János irányt, mélységeket venni.
ezért nagyon intelligens és nagyon tengermély szövegírókkal kerültem együttműködésbe, illetve hát ők írták a új lemezre a szöveget, és nagyon tetszik, hogy ilyen mélyen szántó a szövegek. Én úgy érzem, hogy elénekeltem azokat a melódiákat, amiket kellett, ma úgy érzem, hogy tanítani kell. Fontos neked, hogy fennmaradj, hogy beszélnek rólad akár x száz év múlva is, hogy ez a sláger a Johnnyhoz köthető? Jó lenne. Valamikor belevágtam a fejszémet egy szakmába, ebbe a művész szakmába, és a produktum nálunk maga a zene. És amikor egy költő lesz, akkor nyilván ő is arra törekszik, hogy fennmaradjon, egy filmrendező arra törekszik, hogy fennmaradjon bármennyi is belőle. Nyilván én is úgy vagyok vele, hogy nagyon szeretném, hogyha sokáig fennmaradna, szeretném, ha egyszer lenne egy utca elnevezve rólam valamikor, valahol. Csak azért, mert látom az elődeimet. Úgy gondolom, hogy a sorban egymás után úgy következnek, hogy ma már a Beatles meg a Rolling Stones a Beethoven. Ma már a klasszikus zene úgy néz ki, hogy mi vagyunk. Most is lent voltunk a stúdióban, és egy nagyon kedves könyvfakasztó dallal leptél meg bennünket. Folyamatosan fogod készíteni a dalokat eztán is? És ha igen, akkor miért? Folyamatosan nem is a készítés a lényeg, hanem jön. Hanem egyszerűen jön olyan, mint a madár, tojást rak, és az úgy jön, kikelti, és az úgy jön, nálam is pont ehhez hasonló az, amikor úgy érzem, hogy van egy melódia, és nyugtalan vagyok, keresnem kell egy rögzítőt, egy magnót, egy gitárt, lázasan, abba hagyok a legizgalmasabb filmet, és oda megyek, és akkor kibogozom, hogy mi lehet ez, jónak tartom. Lerögzítem, és amikor leraktam, és biztonságban van az az ötlet, akkor megnyugszom, és megyek vissza a filmnézésbe. De úgy érzem, hogy egyre jobban tudom azt, hogy most milyen zenéket, miről kell énekelnem, mit kell átadnom a jövő nemzedékének. Valami ilyesmi vesz erőt szerintem mindenkin. De ami a számomra is meglepő, hogy nagyon erős késztetés a zenélés. Gyurikám, nem tudom, hogy te is tartod azt, hogy a magyar ember evés közben nem beszél, hanem eszünk valami jót? Eszünk valami jót, ha van jó kérdésed, ha van jó kérdésed, jó választ. Ja. Mit szólnak hozzád? Hát nézd, duzzogva így a nagy... Most te kevés lenne, akkor tudom még csinálni, tehát nem probléma. Gondolom, itt le tudunk dőlni valahol utána, ugye? Ne, a podláson van egy kis kanapé, ezt le tudjuk hozni. Nem probléma. Jó, itt van. Hát köszönjük szépen, Isten tartsa meg a szokásatokat. Egy dolgot szeretnék még kérdezni, hogyha az a bizonyos aranyhal meglátogatja a Sláger TV-t, akkor Delusa Johnnak mit kérjek tőle? Daljátszást. Az, hogy sokat legyek hallható. Nagyon sok szép dalom van. Igaz, hogy sokat éltem külföldön. Van egy 10 éves hiányzó listám a magyar könnyűzenei palettán, de nagyon sok szép dal el van tűnve. Azok, ha elkezdődnének megszólalni, ma is ilyen volt az a dal, amit igen, neked énekeltem. Hát Johnny, én nagyon köszönöm, hogy veled tölthettem ezt a mai napot. A bukást, a borulást levéve... Tartalmas volt. Minden szempontból. A bukást és a borulást levéve mindenre nagyon hálásan fogok gondolni, és teljesüljenek a vágyaid. Köszönöm szépen. Jó étvágyat. És a budapesti lányokról, és Jorgoszról ki mindig énkel. Mikászok, érjen, ahogy te lesz, nem felejtem el, maradj
Éles látásomat a Trend Optikának köszönhetem.